Csolnak, hajó és tenger a költészetben címmel tartotta meg soros összejövetelét az Irodalmi Kávéház Klub október 7-én. A szervezet tagjai Török Ferenc klubvezető közreműködésével elsőként a különleges szimbólumok eredetével, tartalmával és jelentésével ismerkedtek meg. Megvizsgálták, hogyan hatják át a szimbólumok az ember életét és gondolkodását, illetve milyen hatást gyakoroltak a költészetre. A témakört az ókori görög és római költők Alkaiosz, Horácius és Homérosz munkásságával kezdték el feltárni. A klubvezető elmondta, a magyar költők közül Berzsenyi Dánielre hatott leginkább Horácius munkássága, aki tulajdonképpen a római alkotótól vette át szemléletét és nyelvezetét. A klub tagjai ezután Rimbaudtól a Részeghajó, Ady Endrétől az Új vizeken járok és a Tündöklés Csolnakján című verseket, míg Juhász Gyulától a Tiszai csönd című alkotást elemezték. Az Irodalmi Kávéház Klub még két összejövetelt fog megszervezni ebben az évben. Novemberben az olasz reneszánsz költészetet, míg decemberben Nagy László életét és munkásságát fogják elemezni.